Ezúttal nem a Szekszár melletti Sötétvölgyben, nem is a Csörgetónál, hanem a szekszári sportközpont területén, az egykori Dózsa stadiont határoló területen rendezett Szekszárd országos mezei futóversenyt, amely rangosságát csak növelte, hogy a mezei futóliga versenysorozat első fordulója volt a rendezvény. Természetesen az utánpótlás korosztályokban, illetve a felnőtt mezőnyben a PVSK atlétái is jelen voltak, élve a lehetőséggel, hogy ezúttal valóban nem kellett sokat utazniuk. Az alapvetően jó talajú, áttekinthető pálya tartogatott kisebb meglepetéseket, amelyeket összességében pozitívan értékeltek az ezen a pályán először versenyző futók, így a pécsiek is. Nagyon tetszik a pálya vezetése. Ez a füves terep, ez kimondottan a mezei futásnak megfelelő. Van benne egy kis domb is, amikor ott a lelátó mögött el kell jönni. A kanyarok is elég jók, van benne éles kanyar, van benne tompa kanyar, de ez a kilométeres kör pedig azért is jó, mert a nézők is a lelátóról végigláthatják az egész pályát. A Covid negatív hatása miatt a PVSK erősen tartalékosan érkezett a négy fordulóból álló mezei futóbajnokság szekszárdi nyitányára. Például a Fritz Lackó, aki az U18-as mezőnybe indult és tizedik lett, ő háromszor volt karanténba, és így érte el ezt az eredményét. Reméljük, hogyha vége lesz ennek a vírusos járványnak, akkor jobban tudunk majd felkészülni, és többen tudunk jönni. Azért nem mentek haza dobogós helyezés nélkül a PVSK atlétái. A női felnőtt 6 kilométeres távon Szabó Zsuzsanna, a klub liói olimpikonja, a hazai maratoni, illetve félmaratoni ranglista szűkebb élmezőnyéhez tartozó versenyzője eddigi eredményeihez hűen a dobogó harmadik helyén végzett. A dobogó harmadik fokára állhatott fel, egy neki valószínűleg eléggé rövid távon. Amúgy nagyon küzdött az őt megelőző ezüstérmes fővárosi versenyzővel, Nagy Juliannával, és tudja is, mi hiányzott neki a dobogó második fokához. Végig ilyen verekedős volt, én ettől el is szoktam. Hát kicsit olyan bénának éreztem magamat, mert nekimentem a szallagnak is, elrontottam a kanyarokat, a dombot is, majdnem megálltam a tetején, utána másfelé kanyarodtam a lejtőn. Kicsit az ellépésemen lehetne rá javítani, mert én betonon vagyok inkább jól, persze terepen edzek, de talán hosszú lábak itt nagyobb előnyt éreznek, mint az én magasságom. Én nem vagyok olyan erős ellépő. Jó szolgálta a pécsi atléta felkészülését ez a verseny, és még a hátralevő három forduló is minden bizonnyal. Tünde ugyanis még egyáltalán nem mondott le arról, hogy csak úgy, mint 2016-ban Rióban, jövőre Tokióban is ott lehessen az olimpián a maratoni futók mezőnyében. Azt mondja, ennek előfeltétele, hogy több jó 2 óra 45, illetve 2 óra 50 közötti maraton tudjon futni, amihez a költségeket, mint mondta, sajnos magának kell újra előteremtenie. Hát voltam nagyon rossz formában is, de 80-an belül azért sikerült, hogyha nagyon oda tettem magamat futnom gyors pályán. 5 percet kellene maratonin, ez így most soknak tűnik, de 5 perc maratonin nem olyan sok. Vele és a többi kitűnő atlétával is, akik Veszprémből, a fővárosból és még távolabbi helyekről érkeztek, hamarosan újra találkozhatunk a Mezei Liga soron következő második fordulójában, ugyanis újra itt Szekszárdon a versenyzők által megkedvelt helyszínen rendezik meg január 9-én a versenyt.